Ok. Ó, hangom is van, nagyon jó. Indul a következő programunk, ami nem más, mint az Anime Duma Party, ami minden szempontból mindig nagyon jó hangulatba szokott telni. Kicsit kibeszéljük az aktuális témákat, aktuálisokat, mi az, ami éppen populáris, és mindent, ami ezekről tudni lehet, illetve tudni érdemes, vagy éppen ami bele lehet kötni. Fogadjátok sok szeretettel az Anime Duma Party tagjait! Ritznek át is adom a mikrofonomat. Köszöntöm. Sziasztok, én Iskariótes vagyok, itt pedig a meghívott vendégeink Lila, ex-anime magazin cikkíró, Katrin, a anime magazin főházi asszonya, szerkesztője, és Ritz a Ritz Factory-tól. Sziasztok. Két kérdéssel indítanék. Ki látta a Barbie-t? Oké. Okay. Ki látta az Oppenheimert? Aha, az is oké, okay. Nagyszerű, jó. Akkor haladjunk is. Első bonyolult kérdésem, létezik-e olyan, hogy Barbenheimer jelenség az animék között, avagy sem? Ugye itt most arról van szó, hogy a két nagyon ellentétes vizuális és tartalmú mozifilm egyszerre jött ki a mozikba, és hát mindkettő nagyon népszerű lett. Sokan nézték, nézik, mai napig adják a mozik. Szóval van ilyen az animék között, hogy két nagyon ellentétes témájú, kinézetű valami egyszerre érkezik szezonomba, mozikba. Szerintem nem. Az animék világában ez nem igazán tud érvényesülni, mivel tehát ugye ez a két film nagyon be volt hype-olva, ugye reklámozva. Ugye az animéknél azért ez nem jellemző, tehát hogy ha várunk is egy animét, akkor általában azért, mert a manga sikeres, vagy a játék sikeres, de tehát, hogy ekkora hype nem övezi egyik animét, se szerintem, hogy ennyire az egész világ ezt várná konkrétan. Nyilván azért is, mert ez egy szubkultúra. Szűkebb kört érint meg, de én nem gondolnám, hogy ez tud érvényesülni az animék között. Nem is igazán erre építenek az egy-egy szezon premiereknél, mint ami most ment, ez a reklámkampány, ez a marketing, ami így a két film felhúzta magát, lehet vitatkozni, hogy ki melyiket, hogy. Tehát nem feltétlen, ilyen jelenséggel nem találkozhatunk az animés piacon, iparon belül, viszont érdekesnek gondoltuk meglovagolni ezt a hype-ot, meg ezt a témát, és próbálunk azért kapcsolódni majd hozzá, kisebb-nagyobb sikerekkel, és lesznek erőltetett párosok, de lesznek olyanok is, amik szerintem beszédesek és elgondolkodtatók. Gyakorlatilag tényleg nincsen ilyen jelenség, elsősorban leginkább azért, mert ha valami erre is úgymond hasonlít, akkor mondjuk a legutóbbi szezonban, amikor ment a Chainsaw Man és a Bocchi the Rock, akkor is inkább azról volt szó, hogy volt egy ténylegesen fölhypolt várványos cím, és a semmiből találtak egy másikat, mert abból a várványos címből rájöttek, hogy ők gyakorlatilag nem kaptak semmit. Még a lónak azt a bizonyos testrészét sem, és helyette találtak egy másik címet, amiben azt mondjuk megtalálták, csak az nem volt annyira fölkapva. És akkor így úgy mond, már szezon közben megy maga a hype. Nekem csupán annyi jutott az eszembe, hogy ugye a Barbie-nak is, meg a Oppenheimernek is nagy volt a kampánya, és hogy mi az, akinek az új moziát, az pont az ellentét, hogy semmilyen kampányt nem folytatott. Csupán így mondta, hogy rendezek valamit, és azóta is mindenki várja, hogy lássunk többet, mint másfél perc. Igen, általában, tehát ez inkább így úgymond a filmeknél tud működni, vagy tudjuk ráhúzni, mint például ugye a Suzumére, mert ugye ott is ugye a Shinkai neve felmerült, ha felmerül a neve, akkor ugye azért nagyon sokan várják azt a filmet, és inkább ezek azok, amiket lehet így hasonlítani, de ilyen szezonosan futó animéknél ez nem. De hogy azért volt ilyen, hogy Barbenheimer, és ezt a Ghibli művelte, amikor egy napra időzítette a Totorót is, meg a Szent János Bogarak sériát, mert Suzuki úgy gondolta, hogy a Szent János Bogaraknak azt fogja mindenki megnézni, és valahogy a Totorót ezt el kell valahogy suvasztani, hogy hát, ahogy bemennek az emberek, azt is megnézik, és hát nem teljesen ez a történet mögötte, gyakorlatilag az, hogy tényleg a Hotaru no Haka az eléggé durva és komoly társadalmi traumát dolgozott föl, ami egy egész generációt határozott meg. És
ez a kemény téma, úgy gondolták már a Ghibli-nél, hogy ezt érdemes lenne valami limonádéval felvizezni, hogy úgymond befogadhatóbb legyen, mégsem menjen ki a néző úgy, hogy eléggé rossz a szája íze, mert úgy szórakozni mentve a filmre, aztán kijött depressziósan, mint tudjuk, hogy mi lett a vége a Szent János bogarak sírjának. És a Totorónál meg pont, hogy ezt a fajta ellenpéldát kapta meg, azt a kedves, kellemes szukiságot. Tehát akkor mondhatjuk, hogy ez így ilyen több évtizeddel megelőzte ezt a Barbenheimer jelenséget, mint egyfajta jó ellensúly, még hogyha nem is hasonló a marketing vonal. Igen, nevezhetjük lényegében ezt annak. Bár ez is inkább tényleg magához a történethez kapcsolódik, mint sem az, hogy ez most ilyen nagyon tudatos lett volna. Egy gyors kérdés megint a közönséghez, hogy ki látta a Totorót? Oké, ki látta a Szent János bogarak sírját? Ki nézte meg egyszerre, mint kettőt? Jó. Jó, csak kíváncsi voltam, hogy bárki is betartotta a stúdió várakozását, hogy akkor... Szerintem 88 óta senki. Szkölgyen lehet. Szerinted jó döntés, szóval egyszerre megnézni a kettőt? Hát max egymás után tudod. Hát, egyik képernyőn megy a Szent János bogarak, másikban meg a Cuki Totoro, és akkor így forogsz a kettőt. Ha-ha-ha, de szomi, Totál hangulat függő. Én semmiképp nem hiszem, hogy egy napra. Az, hogyha valaki így dönt, az egy erőltetett döntés. Nyilvánvalóan az egy ilyen trollkodás, hogy akkor na, én azt most így lenyomom. De ha őszintén szívből, kettelésből animézik az ember, akkor nem választ egymás után általában ilyen ellentétes hangulatú címeket, vagy hát ahhoz nagyon be kell úgy állni, hogy... Ó, az, akkor nem láttad még azokat a zenei CD-ket, amiket még annak idején én írtam ki kalózós koromban, amikor jó kis brazil, death metal, hörgős, csirkedarálós után be lett nyomva egy Kós János kislány a zongorán szám. Figyelj, zenében mindenevő vagyok, nem vitatkozom, zenében bármit bármivel egymás után. Úgyhogy... Én azt el tudom képzelni, hogy először megnézi valaki a Totorót, és akkor utána a Szent János bagarak sírját. Mert nézel valami kis lájtosat, és akkor miért utána... Miért nem fordítva? Hát, mert fordítva már nem jó. Tehát hát, fordítva hogy... már nem nézném. De nem inkább gyógyítja a lelkedet a Totoró? Nem. A Szent János bogarakat ezt fel kell dolgozni, azt meg kell emészteni. Azt magadban teszed, nem a Totoró társaságában. Kivétel, ha megvan plüsbe. Igen, akkor úgy. Akkor igen. De az, hogy a Totoró után mondjuk megnézek egy komolyabb művet, mert komolyabbra vágyom, azt szerintem simán járható út. Maximum, aki ki akarja tényleg hozni ezt a 88-as anime mozi élményt, az kezdi a Szent János bogarak sírjával, megnézi a Totorót, és utána levezetésként megnézi a Könnyed Akirát. Nem. De egyébként pont ehhez kapcsolódik, amit itt már vesézgetünk egy ideje, a következő kérdés, ez a szükséges-e egyáltalán a micsodákat? Igen, szükséges-e összehasonlít, mert ugye a következő, hát ott van a dián, ugye ez a Pokémon és a utánának a hasonlósága, és hogy érdemes-e ezt a kettőt, szóval két ilyen nagyon ellentétes dolgot összehasonlítani egymással. Ugye Amerikában ugye a legnagyobb televíziós díjkioszton külön is szerepelnek a vígjáték varieté műsorok, díjai és maguk a drámák. Mert azt mondják, hogy egy drámai sorozatban nyújtott alakítást hogyan mérjünk össze egy jó komédiában. És itt össze lehet-e hasonlítani Ash Ketchumnak a pokémesteré válását utánának a nőies vonalával? Pontosabban a nőies felnőtté válással. Nem tudom, szerintem nem annyira. Ha esetleg egy másik műfajt keresnénk utána helyett, akkor lehetne azt mondani, hogy van egy bizonyos dolog, amiket szoktak mondani, hogy azokat is ugyanúgy lehet gyűjtögetni, mint a pokémonokat, csak éppenséggel a nemi beteg gondozó fog meggazdagodni belőle. Beyblade? Bakugan? Hatalomkártyái? Nem,
Érdekesnek tartom egyébként ezt az összehasonlítós témát, majd látni fogjátok, ahogy mennek itt a párosítások a diákon, hogy próbáltunk mindig egy szezonból választani sikeres címeket, és úgy összetenni őket. Lehet is majd látni a dátumokat, hogy melyik mikor futott, és tényleg egyszerre indult, ezt a egyszerre megjelenést ragadjuk meg, és tényleg próbáltunk nagyon különböző címeket, teljesen más stílusokat választani, viszont az, hogy van-e értelme ezeket összehasonlítani, azon túl, hogy föl volt hype-olva mindegyik, az már egy tökre szubjektív kérdés, mert én például, amikor pontozok, mert szeretek pontozni egy adott sorozatot, miután megnéztem, akkor én mindent összehasonlítok mindennel, és ez egy tökéletlenség, de olyan szempontból, hogy nekem mennyire tetszett, nekem mennyire passzolt, mire, hogy ragadott meg, persze figyelem azt, hogy a saját műfaján belül mit alakít, de valahogy akkor is összevetem más kedvenceimmel, még akkor is, ha totál más műfajok. Nem mindig csak a műfaján belül értékelem, hanem azért összevetem. Ez ilyen egyéni sajátosság, nem tudom, ti hogy vagytok igen, vele? Igen, ez a te sajátosságod. De legalábbis én nem szoktam ezeket így összehasonlítani, összenézni. Szerintem ellentétes műfajokat összehasonlítani nagyon nehéz. Tehát nyilván nem fog egy dráma ugyanolyan érzést kiváltani belőled, mint egy vígjáték. Nem úgy fogsz rá visszagondolni, és maga nemében mindkettő lehet nagyon jó, de hogy most összehasonlítsd, hogy melyiknél volt jobb a sztori. Hát most nyilván az egyik lehet a drámánál tök mély sztori van, a vígjátéknál meg nincs is sztori, csak egy slice of life, kis szórakoztató dolog, mégis mindkettő ugyanolyan jó tud lenni. Tehát ez az ellentétes műfaj összehasonlítás, ez nyilván, tehát hogy ez így nem nagyon van szerintem így értelme. És így el szoktad magadba képzelni, hogy így összehasonlítod magadban, hogy milyen lenne, hogyha a Chains of Man-ből átmennének a Momin világába, és ott akkor... Nem, félreértitek. Nem. Úgy értem, hogy nekem mennyire tetszettek, egymáshoz képest is így összevetem őket, hogy mint érzelmek, amiket rám hatással gyakoroltak. Tehát amit a Lilla mond, az nekem is megvan, hogy tetszhet ugyanannyira egy nagyon jó sztori, meg egy nulla sztori, de full szórakoztató őkörség is. Tehát lehet mindegyikre 10/10 adni, de akkor is vannak tőlük rosszabbak, különböző műfajból, és ilyeneket is szemügyre veszek, persze. Nem feltétlen zavar az, hogy most totál különböző címeket vetek össze. Most ez mit szóljak hozzá? Kb. Én is össze szoktam vetni azt, hogy oké, mint nézek egy paródiát, és akkor mondjuk milyen másik paródia jut még éppen akkor speciál az eszembe, amikor én ezt értékelem. Mit tudom én, paródiáknál maradjunk, akkor Ninja Nonsense, Puni Puni Poemi, ezek, vagy esetleg az Excel szága. Ezek eszembe jutnak, ezek mit hatottak rám, utána. Aztán lehet, hogy később úgy van, hogy ja tényleg, még ez is paródia volt. És ez jobb volt, mint amúgy néztem. Na jó, mindegy, hagyjuk. Aztán így van kb. Egy olyan, nem tudom hány olyan értékelés, amit újra kéne nézni, csak nincs az az Isten. Ti nagyon tudatosan pontoztok, azt kell, hogy mondjam. Én nem. Én nagyon egyszerűen szoktam. Úgyhogy... Jó, akkor szerintem itt... túl is léphetünk, szegény igen, ugye itt meg az lett volna, amire ki akartunk térni, hogy mi lett volna, ha egy például, amikor a Pokémon meg az utána ment, hogyha nem akkor megy a Pokémon, amikor az utána. Vajon az utána sikeresebb lett volna, hogyha teljesen más szezonba mennek? Tehát, hogy itt van-e annak jelentősége, hogy mondjuk egy nagyon felkapott cím, melyik szezonban megy, mivel megy egyszerre. Elnyomja le egyik hype-ja a másikat. Igen, ugye az NG és a Gokinjo Monogatari esetében, ugye a Gokinjo Monogatari az a Nana mangakája készítette, és lehet, hogy az is mondjuk híresebb lett volna, vagy az lett volna előbb híresebb, mint a Nana, hogyha nem az NG-ével megy egy szezonban. Elképzelhetőnek tartom én is. Vannak ilyenek egyébként, tényleg is való, mert elég gyakran látunk olyanokat, hogy jó, egyébként a hype szokta megölni ezeket a hidden gemeket egyébként leginkább. Tehát ez egyszerre indítunk mondjuk egy CSM-et, egy Kimetsu no Yaibát, mondjuk egy Takony Titánt esetleg mellette, és az ember leginkább fogja a fejét, hogy jó, akkor ez a három gyakorlatilag így ledominálja onnantól kezdve az egész szezont.
onnantól kezdve az összes többi keresztet vethet magára, jó, ha felfedezik. Valóban vannak olyan címek, amik sokkal sikeresebbek lettek volna, hogyha más időpontban tudtak volna futni. Nem tudom, például a Death Note talán, hogyha mondjuk be sem mutatták volna, akkor sokkal sikeresebb tudott volna lenni. Na de haladjunk akkor tovább. Igen. Hát itt tudjuk, hogy a Sailor Moon és a Dragon Ball Z az nem egy szezonos, de Magyarországra egyszerre érkeztek meg, és így... hát itt nagyon egyszerű volt megmondani, hogy a lányok nézik a holtündéreket, a fiúk nézik a Namek bolygó eseményeit, és... Ami nem teljesen így igaz, de... Hát, ja, enyhén. De így kéne, hát ez volt a sztereotípia, hogy... Ez. Azért a fiúk nem avval beszélgettek, hogy és azt figyelted, hogy milyen ruhája volt Usaginak. Ezt nagyon jó, hogy mondtad, mert igaz, hogy mindent nézett lány is, fiú is, stb. Emlékszünk rá, de ez, amit kiemeltél, ez itt a lényeg, hogy igen, a fiúknak arról szólt a duma, hogy akkor milyen a kép az erőszintek a csillagharcosok között, a lányoknak meg, hogy milyen a legújabb kis bross, vagy nem tudom mi, amit megvett anyukájuk nekik, hogy becsatolják a hajukba, vagy a ruhájukba. Úgyhogy igen, a marketing lényegét, vagy a téma lényegét. És most megváltozott az átváltozás, és a ruha, azt új ruhát kaptak, húha, tök jó. Meg azért az is fontos, hogy például itt nosztalzsa kritikre tudok rá utalni, mert ő meg konkrétan azt mondta, hogy ő a 10 éves korának az elején fedezte fel gyakorlatilag a Sailor Moon-t, és ugye ott az átváltozás jelenet az úgy sziluettekben egyébként messzelenül zajlik, tehát ugye az a viszont a korai tínédzsernek egy ilyen úgymond fantázia, tehát ez a neuron activated. Te is átváltoztál? Nem, én akkor még hogy hívják voltam, még süldődémon. Oké. Egyébként kinézte a Dragon Ball-t akkor? Oké? Okay. És kinézte a Sailor Moon-t ugyanakkor? Jó, hát oké, rendben, csak így gondoltam, hogy hát ha volt olyan, aki engem nem érdekelnek, a csajok nem érdekelnek, a pasik, és nem nézem. Jó, oké, akkor lépjünk akkor túl ezen a BDSM pároson. És akkor jöjjön a... Hogy mondod? Én is így gondoltam. Jön a Nagy Káon és az FMA testvériség. Nem tudom, sikeresebb lett volna az FMA, hogyha mondjuk a sima FMA-val lett volna egy párhuzamba? Inkább az a lényeg, hogy mind a kettő nagyon nagy ismert cím és sikeres cím, és érdekesség, hogy a Brotherhood az már egy ismertebb cím volt, vagyis ismert cím volt, nyilvánvalóan már volt egy előzménye, egy jól futó sorozata, még ha az nem is volt mangahű, és már mindenki ki volt éhezve a Brotherhood verzióra, és ehhez emelkedett föl a K-on a semmiből, nem? Konkrétan a semmiből, mert a Kyoani az úgy vette meg a jogokat, hogy megkapta az rendezőnő, és akkor azt mondta a stábjának, hogy fejbe akarva, hogy na figyeljetek, itt van nekünk ez a fillérekért vett kis, hát nem mondom meg miféle darab. Se humora nincsen, se története nincsen, se szaga, se bűze. Kinek milyen volt a középiskolás élete? Na azt animáljuk meg akkor ezekkel. És így váltak gyakorlatilag olyan szinten sikeressé, hogy az az iskola, ahol játszódik a Kéjon, ott konkrétan múzeummá van alakítva az egy része az iskolának, hogy minden úgy van berendezve, mint a Kéjonba. Minden ugyanúgy ott van. Ezt legközelebbi japán útunk során ellenőriznünk kell. Ez a magyar iskoláknak is lehetne egy ilyen kimenekülő útja, hogy berendezünk egy kedvenc sorozatból egy termet, és akkor hát, ha jönne pénzbe, de mindegy. Akkor itt... Mi volt még itt a következő párosunk, itt ez a Free és a Shingeki no Kyojin. Igen, ugye itt ennél a párosnál érdemes ezt kiemelni, hogy mindkettő a mai napig fut, mert ugye a Shingekit még nem fejezték be, még mindig nem. A Free-ből meg mindig jönnek ki új dolgok, tehát kiegészítő filmek, mindig csinálnak valamit, tehát hogy ez mindkettő olyan cím tudott lenni, ami évek múltán is itt van közöttünk, a mindennapjaink része. Tehát, hogy egyiket se feledtük el, és... Akkor is nagy volt a hype-juk. Igen, most akkor is nagy a hype-juk. Most is az. A Free ugye azért talán egy évvel később jött ki, mint a Kuroko. Nem? Mint a mi? A Kurokobono Basket. Lehet.
És csupán az merült fel bennem, hogy a Free akkor is tudott volna már akkora sikert aratni, hogyha... Hogyha egy szezonban jön ki a Kurokóval? Hát, vagy hogyha a Kurokó nincsen előtte. Szerintem a Kurokó tök mindegy, hogy volt előtte, vagy nem. Jó, csak hogy ő volt... Biztosan, figyelj, a Kjolni a Free-vel azért kaszált, mert végre Bisú Neneket, ráadásul Fépucéran bemutatott a közönségnek, megtalálta a női közönségnek ezt az oldalát is, akik erre ki vannak éhezve, és ezzel hatalmasat robbantott. Ezt bármikor megteszi, szerintem így abban az időszakban, érában, az hasonló sikert ér el. Annyit kiegészítenék itt a két párosról, hogy ez egy picit úgymond erőltetett párosunk, mert nem pont egy szezonban indultak, hanem átfedésbe voltak egymással, még lesz egy-két hasonló cím, aminek végül is az nem pont az indulása, de az éve, az évad a közös. Ritz? Nincs komment. Nincs komment. Jó, egyszerűen akkor nem... Be. Mind a kettőt szívesebben lecseréled egy hentájra. Inkább azt vallanám be, hogy igazából a hasonlításnak az alapja az igazából egyetlen egy dolog van, hogy az egyikben félpucéran pózolnak a srácok, a másikban pedig azért ki vannak feszítve és ruhában. Nekem az jutott eszembe, hogy a kettő dologról, hogy a Shingeki ugye az kb. A 2010-es évek anime himnuszát hozta el nekünk, szóval ez egy ilyen nagyon ikonikus lett. A Free ez pedig azért jó, mert megmutatta az, hogy egy endingnek nem abból kell állnia, hogy négy darab állókép nagyon lassan váltja egymást egy nagyon szomcsi szerelmi balladára, hanem lehet től ötletesen történetet elmesélve is felhasználni az endingre szánt 90 másodpercet. Szerintem nézd meg akkor a Yosuga no Sora-nak az utolsó endingjét, tehát a második endinget. Az konkrétan elmeséli az egész évadot. Jó, oké, csak ezt így mondtam, hogy nekem ez a párosításban, nekem ez jött át, vagy ez maradt meg leginkább ebből a duóból, és akkor most itt jön, azt mondja a Shigatsu wa Kima no Usu és a Nanatsu no Taizai, szóval, hogy itt... Tehát a Shigatsu wa Kimi no Uso és a Nanatsu no Taizai. És akkor hazudunk áprilisban? Jó, szóval ezt a két animét én ajánlottam. Ugye itt alapvetően mindkettő sikeres volt. Ugye Shigatsut nagyon sokan szerették, ugye a sztoria miatt. A Nanatsuhoz meg folyamat csináltak új évadokat, ugye teljesen más műfajról van szó. Azt nem mondanám, hogy mindkettő így ránézve a diára a legkiemelkedőbb, mert azok közül nem. De igazából mindkettő olyan cím, hogy csak úgy jöttek, és így befutottak. Befutottak, de csak a Nanatsu no Taizai-nak utána el is törték a gerincét kétszer. Igen, ez így van, igen. Törött gerinc ez a végszó ennél a... Ja, igen. Agyaltam, hogy ott a Death Note-nana párosról érdemben nyilatkozzunk-e, főleg, hogy azok meg ilyen animaxos címek voltak még annó itt nálunk szinkronra, de úgy gondolom, hogy nem tesznek annyit hozzá ez a témához, és azok sem egyszerre indultak, tehát nem is tökéletes Barbenheimer páros. Nem, és még ugye még ott volt a Lajos is, aki a Code Geass-ből, de hát... Így van. Az mondjuk pont egyszerre indult, azt hiszem, a Death Note-tal. Az mondjuk érdekes, hogy így... Igen. Az egy másik szempontból érdekes páros, érdekes, de pont páros, nem ennyire eltérő igen, hogy nem lehet példának hozni. Ki az okos, vajon Lajos vagy Lajos királyval szembe? Na jó, haladjunk akkor. Lajos vagy Karcsi. Lajos vagy Karcsi, így van. Hát, ugye, ki mit tudott csinálni? Egy füzete bajlódott egész nap, a másik pedig egy hadsereget épített. Tessék lapozni. Na jó, akkor lapozzunk. És akkor jött a Violet Evergreen és a Darling in the Franxx. Páros, és itt az egészre itt az a érdekes, hogy vajon az ismertség okát mi tudja megteremteni? Egy jó manga, egy jó játék, egy jó hype, vagy egy jó reklámhadjárat, amit folytatnak egyes animékkel kapcsolatban. Vajon az ismertségnek mi a kritériuma? Vagy egy jó alaptörténet, ami nem is akár manga, hanem mondjuk egy ismert regény, mint mondjuk a Monte Cristo grófja. Tehát a hype-nak úgymond a
eszenciáját keressük, hogy mi az, ami megindítja, igen, mi az, amitől valami iszonyatosan nagy hype lesz. Hát amiket elsoroltál, azok mind-mind befolyásolhatják, de a leginkább szerintem a közösség, a közönség építő ereje és koncentrációja. Mostanság már ezek az SNS oldalak, tehát social media oldalak, ezek az egyik legmeghatározóbbak, hogy bármivel is indul az adott cím, bármilyen háttérrel, akár egy jó reklám, akár egy jó alapmű, de az, hogy ennek utána hogy megy egymás után a lelkesedése ezeken akár tini, akár fiatal tini közösségekben, vagy Twitteren, mémként, akármi, szerintem ez most nagyon meghatározó. És ha még tudnánk, hogy egyébként, hogyha azt hiszük, hogy a Facebookról indulnak ezek, nem, a 4chan álljáról. Viccen kívül egyébként a legtöbb dolog onnan indul ki. Szerintetek ez inkább áldás, hogy most már van social media, hogy a rajongók azonnal kritikák, amik kijönnek a médiában, amit látunk, azok már ilyen első rész után kihozzák a kritik, nem évadok után. One Piece, most volt ugye a One Piece élő szereplő, és most már első rész után lehozták a kritikát. Hogy mi, és itt kvázi, hogy ezt vártuk volna. Kicsit ez olyan, mintha beülnénk a moziba, és azt várnánk, hogy az első 10 perc után megmondják, hogy ó, hát ez a film, ez valami tökéletes, fantasztikus, hogy milyen lesz a maradék 170 perc, meg ki tudja, de az első 10 perc az tök jó volt. Figyelj, szerintem maradjunk annyiban, hogy ezek a kritikák már eléggé hamar megjelennek, még le se kevetíteni a filmet vagy a sorozatot. De már akkor megvannak. Már az előre elkönyvelés, ítélkezés teljesen maximálisan mindenhol. A hype címeket totálisan megelőzi, de a nem hype címeket is nyilván. Most, ami nekem itt eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy kérdezted, hogy előnye, hogy van-e az a közösségi média, stb. Hát persze, hogy előny, de kettős ez is. Tehát nagyon sok a haszna, iszonyatosan jó dolog ez. Viszont elvész egy csomó tartalom, egy csomó, úgymond, mélység, hogy úgy tud kibeszélni a dolgokat, mint például egy fórumon régebben, vagy úgy agyalj el, mint ahogy a barátokkal, így most kibeszélnénk egymással picit jobban, részletesebben. A közösségi média az rohan, ezek a kampányok, ezek a hozzászólásrendszerek, a Discord, a minden, akármi az rohanós, lemaradsz róla, vagy csak észleled épp, hogy ezeket a felvillant dolgokat, és abból már leszűrsz egy képet, és haladsz is tovább a másik címre. Ez egy kicsit változó, mert mondjuk a Discordnál behoztak olyan frissítést például, hogy különféle tematikákra és gondolatmenetekre le lehet bontani egy ilyen, gyakorlatilag beépítesz egy fórumot a böngészőbe, mert hogy Discord az alapvetően egy böngésző program. Azon kívül egyébként tényleg, tehát hogy a Facebookot, meg ezeket a social media oldalakat egész egyszerűen emberek akarják fórumra vagy Google-nek használni. Még mindig. Hát meg saját naplónak. Hát a saját napló az a másik fele, de mondjuk egy Twitternél, bocsánat, X-nél most már. Ne mondd ezt. Nagy tudom, nekem is fáj, hidd el. Leginkább a megmaradt sejtjeimnek. Hogy az viszont egy mikroblog alapvetően. És ott legalább az algoritmus eredetileg az úgy rakta oda elét, hogy te mit szeretsz a Facebooknál, ott oda tesz mindent. Én ebben a hype-ban azt sem szeretem, hogy itt ugye egy-egy szezonban felkapnak egy animét, nyilván eljut az emberhez, és akkor valahogy egyszerűen késztetést érez rá, hogy megnézze, hogy na vajon tényleg annyira jó, mint amennyire mondják. És azért sokszor kiderül, hogy nem. Tehát, hogy fel van hype-olva, és akkor a Anilisten, a Malon is 8 pont felett van, megnézed, és így mit szeretnek ezen az emberek? És nem beszélve arról, hogy eltűnnek olyan animék, nem jönnek elő, amik meg sokkal jobbak, értékesek, és ugye ezekből lesznek ezek a hidden gemek később az idő múltával, amikor rátalálsz, hogy úristen, hát ez mennyire jó, és senki nem beszél róla. Akkor ezek szerint csak így négyünk közül én vagyok olyan, akit a hype az kifejezetten így eltaszít? Engem taszít, de egyszerűen mégis annyira kíváncsi vagyok, tehát hogy meg van a hype, és én nem akarom azt csinálni, hogy úgy mondom azt, hogy nem jó, hogy nem láttam. Tehát nekem meg kell nézni, megnézem, véleményt alkotok, és akkor legalább legálisan tudom szidni, hogyha tényleg nem jó. És nem maradsz le a közösség élményéről. Hát ez azért meg a másik, hogy képbe vagyok, igen, tehát hogy igen.
Én sem azt mondom, hogy egyből leszorozom, mert hogy elmegy a hype, és akkor éppenséggel annyi különbség, hogy nem érdekel. Ez így van. Mert mire oda jutnék, hogy esetleg meg tudnám nézni, addigra már mit tudom én, Jóska Pista már így berakott egy olyan orbitális spoilert, hogy konkrétan a fél bolygót így lerobbantotta egy helyéről. Mindössze azért, mert a rohadt algoritmus a social médiában mit csinál? Na ez a másik, amitől agybajt kapok, a spoilerek. Tehát, hogy egyszerűen, ha úgy kell állandóan Facebookot, meg Twittert nézni, hogyha nem akarod, hogy spoiler legyen egy animéből, akkor inkább ne is keress rá sehol. Nem is kell keresni, eddig, hogyha csak ránézel a neked ajánlottakra, vagy amik neked ajánl, eleve a Facebook is alapvetően valamilyen algoritmus alapján úgymond így szűri le, hogy téged ez érdekelhet. Mit tudom én, hozzászóltál egyszer a... Teszem azt... az Állatok Cukik című sorozathoz, és onnantól kezdve, mit tudom én, elkezd téged ezzel ostorozni. Vagy, mint mondjuk én voltam egyszer, hogy elkezdtem keresgélni molyos lámpa mémeket, kerestem kettőt, a következő mi volt? Nekem a reklámok között lámpát akarsz-e venni? Na, itt szúrom be, még mielőtt tovább ragozdáld ezeket a pénzt. Nem ragozom. Hogy ami még eszembe jutott ezekről a hype témákról, amiket mondtok, hogy igenis gyakorlott animésként muszáj nekünk növeszteni egyfajta gyakorlatot és szűrőt, hogyha mennek a hype információk, amikkel találkozunk, már arról el tudjuk dönteni, hogy na, akkor ez most milyen anime már ez alapból. És jön az ítélkezés, és jön az a módszer, amit pont Lilla mondott, hogy nem ezt kéne, mert meg kéne nézni, és mindenkinek úgy véleményt mondani. De pont, hogy gyakorlat animésként akaratlanul is megnövesztjük ezt a szűrőt, hogy akkor ez alapján, az infok alapján már eldöntjük, hogy na, én bele fogok ugrani abba a hype-ba, vagy nem, vagy majd csak még nyomjanak még egy páron, és majd csak utána. Szerencsétlenek, akik ugyanezzel megpróbálkoztak a TTGL-lel, a Csuncsú Romantikával. Egyetlen egy embernek volt esélye eddig, és az a Jojo-val volt. Neki sem volt benne sok köszönet. Nézzük esetleg a címekből példákat. Nem, nekem csak annyi jutott eszembe, hogy ez a sztereotípi gondolkodás, vagy hogy mondjam, ez a sztereotípiákról való agyalás és a hype, szóval amikor az ember kezébe vesz egy szezonos chartot, és akkor látja, hogy itt van egy ezüstös hajú karakter, akkor biztos, hogy ő lesz a fő, vagy túl okos lesz, vagy genya lesz, aki csukott szemmel van, azt tudjuk, hogy ő jó ember nem lehet, csak amikor kinyitja a szemét, akkor valami hatalmas power jump fog elszabadulni. Szegény mert... Brock, vagy hogy hívják a Pokémon? Igen, gondold el, hogy na, igen. Egyébként a social médiában a spoiler be, nagyon könnyű befut, mint régen, ugye kiírta az ember, hogy spoiler nagy betűvel, de most már csak úgy ki vannak írva. Egyébként kérdezem a közönséget, hogy sorozatot, filmet, akármit, akár animét, akár nem, nézett meg azért, mert töménytelen mennyiségű kontenttel találkozott a médiában? Jó, látom, vannak, akik bemerik vállalni, többiek azok súlyognak. Nem mindig kell ellenállni a nyomásnak, úgyhogy... Ja, igen. Jó. És akkor... Például egyébként a Chainsaw Man az nekem ilyen volt, hogyha már így a címekre rátérnénk itt. Jó is ez a Bocsi és Chainsaw Man párosítás. A Chainsaw Man-nel én például így voltam, hogy a hype vitt bele, hogy láttam, hogy igen, ezt mennyire várják, így fölreklámoztak, mennyire jó lesz, meg érdekes a mangája, meg egyedés. Ami nekem nagyon tetszett benne, és most ennek isszuk meg majd a levét lehet a folytatásban, hogy tök egyedi filmes adaptációt kapott. Tehát, hogy mármint, hogy olyan volt a animációja, a kamera kezelése, a rendezése, a vágása, ami még számomra, mint aki nem ismeri a mangát, még jobban egy átlag shonenhez képest hozzáadott, és kiemelte ezekből a címekből. Igen. Konkrétan kiemelte, és egy sokkal egyedibb szájízt adott neki, pont azért, mert ugye az maga a mangaka is így csinálta, meg magát a mangát. Azt mondjuk én úgy kezdtem el, hogy már magával a mangát már olvastam, már befejeztem körülbelül a kezdésre, és akkor, na jó, ugyanazzal az öreg uras tempóval, hype-ot félretéve, minden, jó, várjuk, mit kapunk. Nekem a... Még folytatom. Ja, nem, legfeljebb annyit kaptunk, hogy megint a mappa animátorok most már a heti bevásárlást a két szemük alatt lévő szatyorba viszik.
Nekem itt a párosok közül az Oshinoko és a Kimetsu no Yaiba mindkettő olyan volt, hogy itt konkrétan a hype hatására kezdtem el nézni. Ugye az Oshinoko is nagyon fel volt kapva, és a Kimetsu is annó. Hát a Kimetsunál működött, igen, az beszippantott végül, próbáltam ellenállni, de nem ment. Az Oshinoko az nem. Tehát ott a hype az nálam nem működött, én nem voltam elájulva tőle. Tehát, hogy van ahol működik, de van ahol nem. Csak a felsorolt címekkel kapcsolatban én nem mindegyiket láttam, vagy csak érintőlegesen ott félbe hagytam a Darlingot, na nem akarok annyira arra fele beszélni. Mi ki van még itt emelve a Zoom 100 és a Shiawase no Kekkon, mert csak azért, hogy ezek is teljesen eltérő animék, és ezek most futnak. Hogy legyen egy ilyen példa is, a legutóbbi szezonból is lehetne sok ilyen páros találni, nyilván minden szezonból, ami totál eltérő, totál más, de mind a kettő most tök népszerű. Ez a Happy Marriage, ez különösen nagyot szól, a mangája is szerethető, meg az adaptációja is. Úgy szívhez szóló az egész, a Zoom 100 az meg egy akkora nagy ökörség, hogy röviden csak annyit hozzátennék a témája miatt, ami engem megfogott, és egy zombisok közül, és egy picit kiemeli, de már volt pár fárasztó rész, ami lejjebb degradálta, hogy érdekesség a főszereplő, aki maga is már egy belefásult srác, ahogy Hirotaka kitalálta itt, majd a magazinban olvashatjátok, és a cikkében, hogy ő urbán zombi, mert a belefásult a munkába, annyira tönkretette őt az a japán cég, ahol salarymanként dolgozik, és ehhez képest kitör a zombi apokalipszis, és jön a boldogság, nincs többé munka. Tehát ő mehet, és élvezkedhet, és azt csinál, amit akar, és bakancslistát ír, ezért a százas dolog. Nagyon mókás, ajánlom mindenkinek. A Shiawase az meg egy kemény dráma, mármint hogy úgy dráma, hogy a lánynak egy ilyen hamupipőke sztori, mostoha családja van. De ez csak így a kis személyes reklámom volt ehhez a diához. És akkor rátérnünk a utolsó diára, hogy egyik inkább beszélgettünk inkább a Barbie Heimer hatásáról, meg a Barbie témákról, de hogy most én ajánljunk olyan témákat, mondjuk azt, hogy a Oppenheimernek a folytatása is lehetne, hogy mi is történt, amikor elvitték azokat a bombákat a kutatóállomásról, és ez milyen hatás gyakorolt. Érdekes módon, erről az amerikaiak nem készítenek filmeket, a japánok meg igen, hogy ők hogyan élték meg azt a atombomba támadást. Ugye a legismertebb közülük a mezítlábas Gemma Hadasinogen. Van belőle olyan, ami inkább a hatással foglalkozik. Én tudományfantasztikusban ugye a Godzilla, vannak ilyen nagyon szívfájdalmas történetek, mint a világ sarkában. Nem tudom, hogy ezek közül ugye kezdtük mondjuk a Szent János Bogarak sírjával a beszélgetést, hogy talán ezek közül tudnátok-e valamit esetleg javasolni, megnézni? Hát a The Cockpit-tal kezdem akkor is sorjába haladva. Az egy eléggé könnyed darab igazából ebből a szempontból, és inkább a karakterdrámára épít rá. Hogy vannak dolgok, amiket meg kéne tenni, de talán mégsem kellene. Az első az konkrétan pont a bűntudat, és ennek a lehetséges kimenetelei. Hogy amit annak idején tett, az most konkrétan veszélyeztette egy egész bolygót lényegében. Nem lövök el túl nagyot, a németek atombomba programjáról van szó. A második ovája az meg igazából pont az, hogy egy elvesztegetett ember életről, hogy a fiatal az bele van fanatizálva gyakorlatilag a kamikáze pilótaságba, és a szeretője az, aki így haza akarja csalni ki a táborból, de valahogy nem jön össze neki egyáltalán. És a harmadik pedig ez a két ember a tüzérségi állásban így összeszól, hogy neked is eleged van a háborúból? Nekem is elegem van a háborúból. Akkor lépjünk le! Tehát igazából erről szól az a darab, és a cselekmény véget lesz igazából tragikus mind a három epizódja. A Nagasaki-nak a filmjét azt nagyon elsuvasztották egyébként, nem is egy túl jó darab. Viszont érdemes azért beszélni róla, mert ezt legalább úgymond ugyanúgy elmesélték. Hasonlóan, ahogy a
Hiroshimáról szóló mezitlábas gennel. És akkor ott a Joker game, ami igazából azzal operál, hogy mi lett volna, hogyha Japánnak mégis van kémszolgálata, miről tudjuk, hogy egyébként nem volt. Kémeket egyáltalán nem alkalmaztak. Csak úgy jelzem meg, 1981-ben alapították meg a japán CIA-t. Addig úgy gondolt, hogy Japán, mint a világ második legnagyobb gazdasága, addig, hogy nekik erre nincs szükségük. Mert ki akarnak kiemelkedni Japánban? Nincs itt a közelben senki, a Szovjetunión, Kínán, Koreán, az USA-n kívül. Tényleg nincs itt senki. Én hozzátenném még ehhez, hogy én nagyon vártam ezt az utolsó diát, már azért is, mert hát nyilván az eredeti témánkhoz, a két filmhez ezek az ajánlók kapcsolódnak a leginkább, hogy akkor mi az, ami esetleg atombombás háborús film, mi az, ami mondjuk életrajzi, az bár csak egy kicsi rövidke kis felsorolást kapott, mint a Kazetta Csinu például, ami szintén ugye a második világháború alatt játszódik, és mik azok, amik barbisok. Na de most ez a téma, meg maga a Barbenheimer jelenség is téma is, amit mi is most pofátlanul meglovagoltunk, azért ez nyilvánvalóan a japánoknak fáj. Meg nyilvánvalóan a történelmi múltjuk, ez nem tűnik el, arról beszélni kell, filmeket nézni kell róla, és ezek az ők animéik, amiket ők alkottak, például pont tegnap István ajánlására néztem meg ezt a kis rövid filmet, ezt a Pikadont, hát nagyon súlyos és elgondolkodtató, és mindenképp szerintem érdemes lenne legalább egyet mindenkinek megnézni ezek közül a filmek közül, hogy így szembesüljünk azzal, hogy ők ezt itt hogy élték meg. És ami a nekem a kedvenc filmem, úgymond kedvenc, mert valahogy kicsit visszásnak érzem, hogy a témában ilyenről beszélek, de a lényeg, hogy a Konosekai vagy a Corner of the World film az azért tetszik nekem nagyon, mert ott a főszereplő egy lány, aki beházasodik épp egy családba, és ennek a családnak a slice of life-ját élhetjük, meg nézhetjük a háború alatt, és hogy ők ott a saját kis falu közösségben vagy közösségben hogy élik meg hétköznapian a háborút. Tehát nem a fronton vagyunk, nem a politikában vagyunk benne, hanem a hétköznapi kisember életében, mint mondjuk mik is lennénk, hogyha így betörne ide bármi. Hogy a lényeg az, hogy így nagyon könnyű azonosulni, és tényleg meghatódni azon a filmen. Végezetül pedig itt van egy ilyen Dark Side 3 darab cím, persze lehetne ezt még kicsit bővíteni. Ezek olyan, hogy ránézel, és akkor jaj, de cuki, hát itt ilyen balettruhában vannak a kislányok, vagy a kevésbé kislányok, meg rózsaszín haj, szóval egy ilyen kis habos-babos kis műsor lesz, és akkor kiderül, hogy nem. Szóval, hogy... Igen, én a Princess Tutuval be is fürödtem, mert hogy én azt hittem, hogy ebbe tényleg a balettról lesz szó, meg hogy jó, egy kicsit ilyen fekete hattyúra hasonlítós lesz, de hát azért itt azért voltak komolyabb dolgok, tehát hogy itt ennek van egy nagyon egyedi hangulata, egy komolyabb hangvétele, tehát hogy ez nem egy ilyen ránézelés, hogy jaj, de cukik balettoznak, meg minden, hát igen. Csak úgy kérdezem, a Madokát azt ki összívta meg? Hogy így elkezdem, hogy ez egy ilyen kis mókás kis valami, és akkor... Aha, jó, csak limitált szériában, a többiek azok biztos, hogy tudatosabban. Igen, egyébként, aki nem látta a Barbie filmet, annak elmondanám, hogy azért is emeltük ki ezt a Dark Side oldalt, mert a Barbie is olyan, hogy nem egy mese, egy gyerekeknek szóló mese lett most ez az új film, hanem egy ilyen társadalomkritika, egy feminizmussal és annak a kritikájával is átitatott film. Egy elgondolkodtató, szórakoztató szatíra, így a főleg inkább a felnőtt nézőknek, meg azoknak a nézőknek, akik régen volt, babáztak a Barbie-val, és nem a most a gyerekeiknek. Nyilván sokan beültek a kislányukkal a moziba, meg a gyerekükkel a moziba, de sokan így értetlenkedtek, és megkérdezték az anyukákat, és mi az az egzisztenciás válság, anya? És akkor... És ráadásul még ott van mellette, amit megfogalmaz egyébként, hogy vannak azok a kenek, akik olyan jó fiúk, tényleg azok, akik próbálnak a leánynak a kedvében járni, és mivel hogy folyamatosan pofára vannak ejtve, fogékonyabbak az incel témákra, így gyakorlatilag ez a kritika is így megjelenik benne magában a filmben.
Úgyhogy még itt a csajos ajánlókról pár szóban már nincs sok időnk, de nyilván hoztunk pár olyan címet, amit nem lehetek te a Barbie filmre ráhúzni, vagy mint Barbie-s animéként ajánlani, bár a Sailor Moon szöszi lányokkal az akkor annó, ez nagyon jó példa volt, de a igazán csajos témákra Paradise Kiss, Kuragemime megfelel. A Death of Darlingot kifejezetten én most csak arról egy szót, hogy én azért tettem bele, mert ott Marina főhősnő egy annyira tipikusan szöszi, divatos lány, aki ott nem az a tipikus másik tini főszereplő lány, mint a legtöbb tini shoujo animében, hanem annál még jóval divatosabb, jóval szebb, jóval vidámabb, nagyon barbis kisugárzása van, ezért is mertem beletenni, és tök érdekes, hogy az ő romantikája a főszereplő sráccal, az Kennek és Barbie-nak a fordítottja. Mert itt kb. Úgy érzem ebben a sorozatban, hogy az a Barbie, akit nem érdekel a Ken, na az itt az a főszereplő srác, aki észre se veszi néha, vagy így még nem akarja átélni, hogy így nyomul rá a lány az meg, vagy hát tetszik a lánynak, a lánya meg a szerencsétlen Ken, akivel nem törődnek eléggé, és úgy szeretné a szerelmet. Én meg a Junie Sy-t tettem be igazából, tehát az 12 évesekről, aminek viszont annyi a lényege, hogy a kislány éppen akkor kezd el fölcseperedni, de először tanulja meg a női dolgokat, tehát ez a problémákat, tampont kéne venni, intimbetétet kéne venni, de jaj, ott a pasi a boltnál, a kasszánál nem lehet oda menni, legyen nő ott. Ilyenek van tele, és egyébként jó pofa. És végezetül annyit, és nézzetek sok animét, de még mielőtt ezt itt felállnánk és elmenni, lenne egy utolsó kérdésem, hogy volt a mozikban a Slam Dunk című mozifilm, ezt bárki nézte? Kiment el most a Slam Dunkra, amit a Cinema City-ben vetítettek. Nem szégyen, ez egy animés rendező, én nyugodtan be lehet vallani. Jó, hát akart is nem tudott, aha, az kevésbé. Jó. Ez így van, nagyon jó, hogy mondod, iszonyatosan nagy kár érte. Sokkal jobb lett volna, ha nagy reklámot kap ez a film, mert nagyon jó film volt. Igen. Nagyon jó adaptáció. Ezt mindenkinek ajánljuk, hogy nézzétek. Meg nagy kár, hogy nem mentünk rá. És nem kell hozzáismerni a sorozatot. Abszolút, abszolút. Nem kell, be kell menni, élvezni kell, és egy nagyon jó film. Kár, hogy most már hiába mondjuk, mert már levették a műsorról. Egy hét után. Somi. De nézzetek sok animét, és köszönjük. Így van, nézzetek sok animét. Köszönjük.